Mezsön is megünnepelték a november 11-én tartandó Márton napot. Az alkalom keretében a Zöldkert óvoda családi délutánt és lámpás felvonulást szervezett. A német nemzetiségi hagyományok ápolása kiemelt jelentőségű az óvoda életében, mondta Kovács Alexandra, telephelyvezető. A rendezvény idejére a jó időt megrendeltük és az esőt elkergettük. Egy kis műsorral készültünk a gyermekekkel, melyre nagy-nagy örömmel készültek a hét folyamán. Utána egy közös vendégségre invitáltuk a résztvevőket, zsíros kenyér, kalács és tea kíséretében, végül pedig a megszokott lámpás felvonulással zártuk ünnepünket. Az intézmény a gyermekeknek egész héten különböző programokkal készült, mondta a vezető. Kézműveskedtünk, lámpásokat készítettünk, verseltünk, meséltünk, mondókáztunk, illetve megismertük Mártonnak a legendáját. Innovációként pedig több faragó versenyt is szerveztünk, és az elkészült gyönyörű alkotásokat megtekinthették a rendezvény résztvevői az udvarunkon, és a rendezvény ideje alatt lehetett rájuk szavazni. A Márton napi népszokások sok évszázados múltra tekintenek vissza hazánkban.